3 év után visszatértél a Dac stadionba, milyen érzésekkel? Hát izgultam, nagyon izgultam az elején, de aztán ahogy közeledett a mérkőzés kezdete, akkor azon lement rólam. Nagyon-nagyon örülök, és mindenkinek köszönetet fejezek ki azok, akik azért tettek, hogy én újra visszakerülhettem. Örülök neki nagyon még egyszer, úgyhogy jó itt lenni és szolgálni a Dac nemzedékét. És milyen volt ez a meccs? Hát fantasztikus volt, annak ellenére, hogy csak 1-0 nyertünk, de hát ugyebár rengeteg helyzetünk volt, úgyhogy szerintem mindenki örülhetett, ennyi néző még úgysem volt a legújabb szezonban, ugye itt tavasszal. Ennyien még nem voltunk, és köszönet a szurkolóknak, ilyen sokan előttek, gyertek máskor is. Jó volt nagyon a hangzása, rendkívül jól lehetett hallani mindent. Kinek köszönjük ezt? Hát mindenek előtt Olli Lajosnak, aki meg tudott egyezni az oszékkal, ugye Dac vezetőségével, és olyan hangzást csináltunk, mint a Slovanban, vagy lehet, hogy még annál jobban is, mert nagyon jól szólt tényleg, úgyhogy le a kalappal a Lajosnak, és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ilyen jól szólhassunk, ilyen jól világíthassunk, tökéletes volt minden, úgyhogy le a kalappal, jó volt. És mit tudsz ígérni a szurkolóknak a következő meccsekre? Hát ugyanazt, ami Maltát, tökéletes hangzás, tökéletes fény, és a szurkolás legyen ugyanolyan, sőt, még jobb, még többen legyünk, ezt kívánom a Dac vezetőségének, úgyhogy minden jó volt. Köszönjük szépen, hajrá Dac! Köszönjük szépen! Én is.